Sziasztok! Itt vagyunk. Hol vagyunk? Egy tónál. Egy tónál. És találtunk egy elhagyatott munkagépet. Bocsánat, belemutatom az arcodba. És szóval igen. Igen, szóval ott van. De láttátok. És megnézzük, mert ez egy jó kezdet az elhagyatott járműveknek. És sorozat szinten. Na, tartsatok velünk! Tudjuk, akkor ez mi volt régen? Mert azt látom, hogy lánctalpa van. Igen. Ez ilyen sóderbányában nem. Vagy... Nézd meg, ott a végén, megpróbál a kamerával ráközelíteni. Látom, ott. Látom, igen. Ez egy daru volt szerintem. Daru. Mert ott a vége. Érdekes, aha. És így, ja. Na, igen. Nézzük meg, hogy mi marad belőle. Nagyon kíváncsi lenni ezekre. Jó. Mi van ide írva? Életveszélyes, szigorúan, igen. Üzemel. Védőburkolat nélkül üzemelni tilos. Oké, jó, megláttuk. Bocsánat. Pont tartodva? Igen. Bocsánat, picim. Na. Na, látod, itt a darunak az izé. Fú, nem semmi. Az szép. Hát most látok le. Ilyen gépet, ilyen nagyot először is, test közelből. Eddig vagy filmen, vagy... Hát ez nem semmi ez a... Jó, ez lánctalp. Te érdekel, hát ez tényleg valami darul lehetett. Aha. Ott van neki ilyen, ez egy fogy ilyen vaskos. Aha. Ki lehet nyitni? Nem. Hát persze, itt volt a motorja annó. Ott meg a vége, de fel kéne mászni. Jössz picim? Vagy te inkább kiagyod? Mindenem megvan még, mindenem megvan, akkor menjünk. Na, milyen rajta állni? Életveszélyes. Ja. Na. Hát. A vezető fülkéjével alapból se volt sok minden. Tessék? Vezető fülkével abból se volt sok minden. Hát ez nagyon furcsa és érdekes egybe. Aha. Na, menjünk kicsit közelebb. Valami régi volt. Nyilván. Hát volt egy gáz, egy fék, egy emelőkar. A forgáshoz is volt szerintem. Az már nem tudom mi lehetett. Szerintem ezzel a kettővel lehetett horizontálisan és vertikálisan mozgatni a járművet. Hát... Megette az idő. Hát mondjuk az üveg elég érdekesen tört ki. De mindegy. Bocsánat. Volt ott ventilátor is. Enyhe világítás is. Ez érdekes nagyon. Hm. És az a cső mi lehetett ott hátul? Az a kipufogó. Kipufogó? Akkor jól gondoltam. Az a, ugye ott van hátul a motorja. Aha. Hát jó. Ez nagyon tetszik nekem. Hát ugye honvédségnek is van ilyen roncs temetője. Uh-huh. Külföldön is vannak ilyen, ami erdőbe ott van hagyva egy csomó gépjárnő. Aha, azt hiszem, hogy ez igen, tényleg darú lehet. Az. Van ilyen a kalamászok. Ügyesem. Jó.
tényleg kívül is van egy lámpája. Már megpróbál kisétálni itt. Kicsit. Ah, ott van munkalámpa. Várjál, megpróbálom jó helyről megmutatni. Itt a munkalámpa. De nagyon érdekes, hogy csak így itt lett hagyva. Kár, hogy nem lehet beülni. Hát az ajtót talán nyitva, meg kell nézni más oldalról. Milyen érdekes, hogy itt is van egy nyitva, meg ugye itt is ugye látni kellett, hogy hova megy. Persze. Óvatosan az, hogy hova lépsz, meg ne csúsz. Az a hátsó fülke mi lehetett? Mindjárt megnézzük más oldalról. Hát meg... Jó, vastag ez a lánctalp. Nem semmi. Jó, hát ilyen közelről én is most láttuk ilyet először. A motor egy része, inkább úgy fogalmaznék. Direkt azért, ha kőre rámegy, ugye, akkor ne pattanjon szét. Gondolom. De figyeld, mint hogyha még lenne olajfolyás. Pedig azért ez szerintem nem egy-két hónapja áll itt. Hát nem. Ott. Ja. Na, földet vegyem. Jaj. Tia. Ügyes vagy. Aha, itt van még egy ajtó. Valami van itt. Ó, hát innen lehetett szerelni a motort. Az igen. Á, nem lehet kinyitni, az igaz a baj. Aha. Ott lehet ezt szerelni a motor. Menj! Fel akarsz menni? Menjek fel. Hát én mindenképp. Ú, ott vannak a műszerek. Á, beleakadtam valamibe. Gajba. És ott van a lámpa. Ott voltak a műszerek. Nem érdekes ilyet látni azért. Eléggé. Hát igen, elég érdekes. Ott is van valami műszer. Innen nem látom, hogy milyen jó Isten mérhetett az. Talán majd a felvételen. Na, jól néz ki. Azért még felmegyek a motortérhez. Belakadtam megint valamibe. Nyilván. Hát, volt egy üzemanyagtank, az biztos. Jó nagy motor, az is biztos. Mekkora hűtőventilátor. Mármint, igen. Ez érdekes. Ha. És ez mi lehet? Egy picit. Ki kell másznom. Micsoda? Hát ugye az összes részhez hozzá lehessen férni, szerintem az emelőhöz tartozott. Mert az a motor mozgatta szerintem ugye az a járművet. Meg a darunak a csörlőjét azt húzta fel, vagyis pontosabban ez, és ugye az meg az összes többi mozgásért felelt, és hogy azért van itt még egy ajtó, hogy lehessen szerelni. De jó. Mindenhez hozzá kellett férni. Ja. Ezt minden kutya meghallotta, hogy hallom. Na.
elmenni, mert tudtam, hogy nem mozdul el. Igen, igen. Igen. Hát az idő vasúra már megette féri. Aha. Nagyon érdekes. Mi volt a jelzése? K88? Ez ott volt még valami? Na mindegy. Érdekes ilyet látni, nem? Test közelből. Igen. Pláne a lánctalp, az nagyon durva. Igen. Pláne. Köszönjük, hogy velünk tartottatok, tartsatok velünk a következő tartalmak során is. Sziasztok! Sziasztok.